Nem kis feladatra vállalkozott a Bocskai István általános iskola, amikor arról döntött, hogy egy új sportág a kajakkenu meghonosodásánál vállalja a bába szerepét. Már évekkel ezelőtt volt arra elképzelés, hogy Hajdunáláson valamilyen formában gyökeret verjen az evezősport, hiszen adott a keleti főcsatorna, a csónakázótó és a bányatavak. Ám eddig valamilyen oknál fogva ez nem sikerült. A múlt évben azonban megtört a jég, és december 2-án megalakult a Bocskai Kajakkenu Sportkör. Hogy az ambiciózus fiatal edző Varga Lajos vezetésével hol tart ez a csikó csapat, erről szól most következő összeállításunk. Sárkányhajó, kezdetleges evezőcsapások, kajakban ülő gyermekek, nem igazán megszokott látvány a csónakázótó vadregényes víztükrén. Az áprilisi nyárban izgatott gyermeksereg toporgott a csónakkikötőben, a Bocskai Kajakkenu Sportkör tagjai, akik most szállnak először vízre, próbálják ki a kajakozás, az evezés szépségét, izgalmát, no meg az izomgyötrő fáradtságát. Lépjünk most időben vissza egy kicsit, hiszen a sportkör gondolata valamikor az elmúlt évben vetődött föl, aztán az elképzelés tett követte, amelyben nem kis szerepet vállalt Szolá Tibor polgármester úr. Én örülök, de talán ettől több is ez az egész. Ugye ez tavaly évben indult, és én magam is igyekeztem ebben, amit tőlem telt hozzátenni. És nyilván ma Magyarországon kajakkenuval foglalkozni azért ez egy mindenhol sikertörténet. Egyrészt a magyar kajakkenu eredmények miatt is. Másrészt meg azt gondolom, hogyha itt van egy ilyen sport lehetőség, akkor hogyha hagyományos gyerekek is ebbe be tudnak csatlakozni, egy olyan csapathoz csatlakoznak országosan, akik nyilván egy magas színvonalat képviselnek. A csapat építését, edzését az egykori válogatott kajakos, hajdunánási gyökerekkel rendelkező Varga Lajosra bízták, aki a Polgári utcai intézményegységben tartja a szárazföldi tornatermi edzéseket. Itt látogattuk meg először a csapatot. Én nagyon régóta sportolok, 10 éves koromban kezdtem ezt a kajaksportágat. Igazából én első 3 hónapban a kenuval próbálkoztam, aztán nekem jobban tetszett a kajakozás, és akkor áttértem erre. Igazából a kettő nagyon közel áll egymáshoz. Szakmai múltamat tekintve igazából én most kezdtem, mint edző decemberben, de 18 éven keresztül versenyeztem, 18 éve ismertem meg ezt a sportot, 13 éven keresztül folyamatosan versenyeztem, válogatott versenyző voltam, rengeteg edző keze alatt megfordultam, tapasztalataim igazából ezekből az edzőtáborokból vannak, amiket ők vezettek, például a szövetségi kapitány keze alatt is dolgoztam válogatott edzőtáborokban. Hát rengeteg edző volt, akitől ellesettem egy-két dolgot. Rengeteg rokonom van Hajdunánáson, édesanyám ő hajdunánási születésű. Én Polgáron lakom, igazából már akkor édesanyám ott élt, mikor én megszülettem. Az erőnlét, a fizikai állóképesség alapvető minden sportágban, így itt is. A szárazföldi edzéseket igen eredményesen abszolválták, hiszen alig 3 hónapi munka után nagyon szép eredményeket értek el Tiszaói városban. Akkor még 3 hónapja, hát még gyerekek úgy mondják, hogy kajakoztak, ők még nem kajakoztak, ők csak tornatermi edzésen vettek részt. Hát 3 hónap alatt azért nagyon sokat fejlődtek, és nagyon-nagyon örülök ennek az eredménynek. Számítottam rá egyébként, mert láttam a edzésen, hogy hogyan állnak hozzá a dolgokhoz. Volt, aki komolyabban csinálja, van, aki kicsit nem olyan nagy odaadása odafigyeléssel, de szerintem majd ki fog alakulni ez a versenyszellem közöttük, és majd ők hajtani fogják egymást. Itt a versenyen is azért ők is belátták, hogy edzeni kell. Lehetett volna jobb eredmény is, de lehetett volna rosszabb is. Az úszással van egy kis problémánk, ugye, hogy még itt a csoportnak vagyunk 25-en, 30-an, a fele nem nagyon tud úszni, és itt ezt a úszás részét, ez volt az utolsó szám, mert egy 4 számból tevődött össze. Itt az úszás azt nagyon sokan kihagyták, és mégis ilyen eredmények születtek. Itt az úszás az nagyon fontos, ugye, mert hiába hajóba ül az ember, hát de beborulhat, és ki kell úszni, illetve a hajót is meg kell menteni, nem szabad, hogy elsüllyedjen, bár ezek az újabb hajók már légzsákkal rendelkeznek, nem fog elsüllyedni. Nekünk még azt tanították, hogy mi ne kapaszkodjunk a hajóba, de most már igazából bele lehet abba a hajóba kapaszkodni, hogy a gyerek bajban van, úgyhogy nincs annyira nagy veszélybe. De az úszás az nagyon fontos, sőt, nagyon jó kiegészítő sportága ennek a kajaksportnak, illetve a futás is, úgyhogy itt a gyerekek, akik aktívan fognak majd
további évek folyamán is remélem sportolni. Ők az iskolának nagyon sok úszóversenyén részt fognak venni, legalábbis én úgy gondolom, illetve futóversenyen, mert ez alap, hogy itt jól fussanak, jól ússzanak a gyerekek. Április 25-e akár nagybetűs napként is bevonulhat a hajdunálmási kajakkenu sport történetébe, hiszen az első hazai vízre szállás napja volt, ami már délelőtt elkezdődött az Óda utcai iskola aulájában. Délelőtt a gyerekekkel egy ilyen kajak ergométert próbálgattunk, hoztuk a Ug Imre segítségével. Ő Tiszaújvárosban a Sárkányhajó Egyesületnek egyik alapító tagja, és ő általa sikerült ezt a sárkányhajót is idehozni, illetve ezt az ergométert is. Délelőtt az ergométerre evezgettünk, hát a kajakos mozgást próbálgattuk. Most egyelőre itt vízen a sárkányhajóval levezünk, de minél hamarabb elindulunk egy kajakpárosba, és én ülök majd hátul, a gyerekek, akik kajakosok, ők majd elő, és megpróbálunk evezgetni, és akkor már vízen, nem csak ergométeren. A nap történetéhez tartozik, hogy a csapat ezen a napon 4 új kajakot kapott, aminek a gyerekek láthatóan úgy örültek, mint a karácsonyi ajándéknak. Varga Lajos és Ugi Imre türelmesen magyarázza az ifjoncoknak, mire jó a kormány, mire kell vigyázni, és hasonlóak. Az iskola vette őket, azt hiszem talán mindet, vagy lehet, hogy volt valami felajánlás is, úgyhogy ez úgymond saját tulajdon. Egyelőre elegek lesznek most egy pár hétig, de minél hamarabb kellene ezeket fejleszteni, mert a gyerekek meg fognak hamar tanulni evezni, és az már az lenne a legjobb, ha egyedül ők evezgethetnének, de most itt ez a 4-5 hajó, ez nem sok, de kezdésnek tökéletes, de 2-3 hónap múlva már azért igény lesz rá. Szintén a nap történése, hogy ingyenesen megkapta a sportkör a fürdő területén levő egyik használaton kívüli faházat, amelyet lelkesen takarítottak, de volt már csónakház és öltözőhelyiség is, külön a lányoknak és a fiúknak. Időközben a vállalkozó kedvű csapattagok vízre szálltak a sárkányhajóban, s míg a többiek megpróbáltak dobszóra többé-kevésbé egyszerre lapátolni, mikrofon végre kaptunk a stégen egy lelkes fiatalembert, Mennyhárt Máté személyében, akinek feltettük a nagy kérdést. Miért választotta ezt a sportágot? Én már ezt sokszor néztem neten is, és nagyon megtetszett, és az edző az nagyon jó fej, és nagyon keresünk, nagyon megérte, ha valamit nem tudunk tőle tanácsot kérni, és segít bármilyen. És így nagyon megtetszett. És egyébként ültél már igazi kajakban vízen? Kajakban még nem, de sárkányhajóban már igen. Az úszással hogy állsz? Eddig nem tudtam, de itt tanultam meg, a Lali bácsi tanított meg engem úszni. És távlati céljaid esetleg vannak-e a kajakkal? Vannak-e esetleg elképzeléseid, hogy te ezt nagyon szeretnéd csinálni, és majd egyszer nagy versenyeken is jól szerepelni? Hát szeretnék nagy versenyen szerepelni, de hát az még idő kell, még olyan profi nem vagyok, de hát idővel minden is kerül. Néhány hónapi munka után hogyan látja az edző, mikorra érhetnek ezek a gyermekek oda, hogy a szárazföldi verseny után vízen is megmérettessenek? Ahhoz, hogy vízen hasonló eredményeket érjünk el, ahhoz nem csak az kell, hogy sokat evezzünk, hanem legyen mibe. Másik dolog, hogy a gyerek is akarja ezt, mert most ez egy nagy vízválasztó lesz, mert valakinek nem fog tetszeni, ő úgy gondolja, hogy ő nagyon jó kajakos volt szárazföldön, de a vízen fog eldőlni minden. Hát én úgy gondolom, hogy a jövő évre már lehet várni eredményeket. Még idén ilyen kisebb versenyeken talán összejönnek, hogyha elmegyünk versenyre, de én úgy gondolom, hogy a jövő évre a diákolimpiára talán fel tudunk készülni. A nagy nap vendége volt többek között Ugi Imre is, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. A Magyar Olimpiai Bizottságnak a tagja vagyok, és mint ilyen örülök, hogy tanulja lehetek egy ilyen kezdeményezésnek, amit Hajdúnánáson kezd kibontakozni, hogy a vízisport és ezen belül is a kajakkenu sportág itt a városban meghonosodik. És a személyes jelenlétemmel is igyekszem segíteni ezt a kibontakozó tevékenységet. Mi a tapasztalata, hiszen akkor ön elég tájékozott az országos kajakkenu sport életében, hogy terjed, egyre népszerűbb ez a sportág? Hát egyre népszerűbb, mert hát hiszen Magyarországon a legsikeresebb olimpiai sportág pillanatnyilag is a kajakkenu. Reméljük a jövőben is így lesz, és a sportágnak szüksége van azokra az új területekre, ami például Hajdúnánás is, de a város, vagyis a ország más területein is ilyen új területekre szükség van, mert ebből is a sportág alapja szélesedik, és így a sikeressége hosszú távon biztosítva lesz. Hogy a jövő olimpikonyai kezdték most itt lapátolni a vizet, ki tudja. Lehet, hogy most formálódik egy újabb Janis Natasa, egy Storz Botond.
A lehetőség mindenkiben benne van, csak hihetetlen kitartás és kőkemény munka kérdése. És mint ahogy Máté megfogalmazta, idővel minden sikerülhet. Ezek a gyerekek még a legelején járnak. Kilométerek ezreit kell még levezniük, de tudjuk, hogy a leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik.